Sokatszor feszültek neki a kénkeserves alapozáshoz az Alba Volán öttusázói, de talán a két fiatal, ám bár a felnőttek között is bizonyító versenyzőjének, Kovács Saroltának és Demeter Bencének idén több kedvük van mindehez. Nem véletlenül állítjuk ezt, hiszen egy sportoló életében a legfontosabb verseny a 4 évenkénti olimpia. Erre, mármint a londoni szereplésre mindkét fehérvári sportolónak reális esélye van, de ezért még rengeteget kell dolgozni. Öttusázóink már javában készülnek. Szombaton elutaztak Barcelonába egy nemzetközi vívó edzőtáborba, ahol mindegyik számot gyakorolják majd a lovagláson kívül. Ami talán nem is olyan nagy baj, Saci és Bence is elszenvedett a közelmúltban egy-egy lovas balesetet. Múlt hét szerdán pályát mentünk éppen, aztán ló elcsúszott. Azt elég szerencsétlen estem, és a ló rámesett a lábamra. Egy percig alatta volt, nem volt kellemes, de sikerült valahogy kiúznom, és igazából elvitték, megröngenezték, aztán szerencsére nem tört el, úgyhogy csak ilyen kisebb zuzadás volt, és így hát már javulóba vagyok, remélem hétvégére már teljes értékű munkát tudok végezni. Szerencsére nagyobb volt az érdelem, mint ami igazából történt. Hát leestem alulról, a csuklomra estem rá. 10 napot volt gipszben a kezem, mivel nem tudták még megállapítani, mert olyan pici csontok vannak ott, hogy törötte vagy sem, de szerencsére csak egy komolyabb zúzódás volt, úgyhogy tudtam folytatni a felkészülést, és hát úgymond szerencsésebb volt, hogy tényleg a bal kezem volt gipszben, így tudtam majd jobb kézzel a többi számot gyakorolni. Saci már teljesen, Bence pedig majdnem 100%-osan rendbe jött a sérülés után, így már tényleg nincs más hátra, mint előre a versenyszezonnak, és harcolni az olimpiai részvételért. Igazából később kezdtük a felkészülést, mivel nekünk elég hosszúra nyúlott a tavalyi év a junior világbajnokság miatt, de szerintem elég jó helyen járunk már, úgymond, hogy tényleg most már a hétvégén megyünk Barcelonába, 2 hét úgymond vívó táborba. Most már egyre jobban érzem, hogy fizikálisan is kezdek jó formában lenni. Tényleg a junior VB után egy kicsit fáradtnak éreztem magam, de most már kezdem összekapni magam. Úgyhogy tényleg február közepén lesz a fedett pályás, az első ilyen nemzetközi verseny, és addigra már szerintem nagyon jó formában leszünk, de hát a főverseny ugye már majd csak nyáron lesz, de még a világkupák már márciusra beindulnak. Ott főként vívott ciklus lesz, vívókkal fogunk vívni, meg szerintem fizikailag is kemény edzések lesznek, hát sajnos lovagolni ott nem tudunk, de majd utána bepótoljuk. Most talán is így nem is baj ezután a baleset után. Neked hogy áll ez a kvóta kérdés? Ugye névre szóló kvótákat osztanak, te mikor, hol tudod megszerezni ezt? Hát egyelőre még nincsen, de jól állok, a világranglistán 6. vagyok. Hogyha mint valamelyik világkupán, szerintem az első 18 vagyok, akkor biztos meg lesz ez a kvóta, de majd utána, a világbajnokság után, ami május közepén lesz, utána lezárodik ez az időszak, és akkor utána majd a szövetségi kapitány fog javasolni két embert, és az a két ember fog utazni Londonba. Bogozzuk ki egy kicsit ezt az olimpiai kvótát, jó? Hogy mi alapján kiindult, ugye most, hogy jól tudom, 2-2 kvóta van fiúknál, lányoknál, ki dönt mi alapján? Az olimpián, hát az ötösában a fiúk, lányoknál 2-2 fő indulhat. Az előző évben 2 fiú és 2 lány meg is szerezte, de hát úgymond névre szóló ez a kvóta, úgyhogy idén még van rá esély, hogy lányoknál a Leila, a fiúknál meg még a Bence, meg a Tibolya Péter megszerezze, úgyhogy valószínűleg úgy fog felállni, hogy 3 lány és 4 fiúnak lesz kvótája. Valószínűleg a ranglistáról fogják megszerezni, mert a ranglista alapján is osztanak kvótát. Úgyhogy majd amikor lezárul, mint mondtam, június elején, akkor a szövetségi kapitány fog dönteni, hogy ki az a 2 fiú, és ki az a 2 lány, aki indulhat az olimpián, teljesen ő fog eldönteni, illetve gondolom egy ilyen edzői szakmai bizottság. De én nagyon remélem és bízom benne, hogy az előző évem az elegendő volt tényleg, hogy megmutattam, hogy mire vagyok képes. De tudom, hogy még idén is azért sok verseny van, és én oda fogom tenni magam.
ki az a 3-4 versenyző, akinek addigra kvótája lehet, és akik közül a szövetségi kapitánynak választania kell, és közülük milyen esélyeid lennének? Hát már a Marosi Ádámnak is, a Robinak már van kvótája. Hát nekem még nincs, és még a Tibolya Péternek van esélye. Hát a két kvótásnak van egyelőre a legnagyobb esélye, de az idei versenyek alapján szerintem még lehet ezen változtatni, hogyha minden jól sikerül. Mi az, amiben neked még javulni kell idén? Mindenféleképpen a futásban. Tavaly a VB-n úgymond hát tényleg mindegyik számban maxot hoztam ki, és az érről tudtam indulni a kombinált számban. Maxot futottam ki magamból, de most akkor arra volt elég, és én szeretnék mindenféleképpen futásban fejlődni. Neked miben kell előrelépni ahhoz, hogy téged válasszon a szövetségi kapitánya a két hely valamelyikére? Hát legfőképpen megbízható versenyzőké kéne válnom, ami hát azt jelenti, hogy azért minden versenyen mezőny elebébe kéne teljesítenem, amúgy meg vívásba kellene igazából még erősödnem. Versenyszezon hogy néz ki? Hogy kezditek? Ugye elvileg én, ahogy olvastam a versenynaptárt, február közepén már van valahol Dél-Amerikában világkupa, és utána ezek elindulnak. Februárban itthon lesz a nemzetközi fedettpályás, és március 8-ai dátuma indulnak meg a világkupa sorozat. Amerikába kezdünk, utána Rióba, idehaza, és Oroszországban lesz egy világkupa, amit majd egy világkupa döntő, illetve a VB fog követni majd, és ez június 1-ig be fog fejeződni, ez a versenysorozat, és akkor fog lezárulni a válogatás az olimpiára, a világrangsort is lezárják, akkor fog kiderülni igazából, hogy ki fog menni az olimpiára, ugyebár ez az év az arról fog szólni, úgyhogy addig még van bőven világverseny, de igazából utána a világrangista lezárása után sem áll meg a sorozat, még lesz felnőtt EB, illetve én még junior vagyok, úgyhogy nekem még vár rám a junior versenyek is várnak rám, és tényleg a augusztus közepén meg az olimpia, amire nagyon szeretnék ott lenni, és az indulat csapatban szeretnék. Most te hogy ítéled meg, hol tartotok, hol tartasz te a felkészülésben, ugye ezzel a kis balesettel együtt? Hát, mondjuk ugye, hogy a felkészülés felén én még van, lenne hátra sok munka, sajnos ez a sérülés, ez nem jött igazán jókor, mert március 8-án az első világkupa lesz, és az már pontszerző, úgyhogy bele kell húzni. Székesfehérvár és London között a távolság mintegy 1700 kilométer. Öttusázóinknak minden bizonnyal ez okozza majd a legkevesebb gondot, hiszen mindezek előtt még vár rájuk számtalan világkupa verseny, hazai megmérettetés és egy világbajnokság is. Valamint nem mellesleg az a feladat, hogy meggyőzzék a szövetségi kapitányt arról, hogy ők a legjobb választás arra, ha a magyar öttusa méltó módon akar szerepelni hírnevéhez. Mi a magunk részéről nem is tennénk hozzá mást, mint hogy irány London.